Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a nagyszerű ünnepségen jelen van. Tisztelt polgármester úr, tankerületi igazgató, igazgatóasszony, tisztelt pedagógusok, meghívottak. Az egyik legfontosabb dolog, ami az oktatás ügyben, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, számunkra adott, az maga a tanulás, maga az emberség, amit a intézmény falai között kapunk. A másik pedig, hogy az épületeink de megújulhatnak, de a szellemiséget a régi épület ugyanúgy hordozza. Az az iskola, amiről beszélek, ahol még én is kezdtem, címerek változtak, az is túl esett már ilyen melegetlen a felújtáson. Egy márvány tábla azonban a 19. század végéről még ott maradt. Ez egy református iskolaként indult, és ezen a márvány táblán a 19. század végéről az a felirat olvasható, hogy az ember képeztetés által felelhet meg hivatását. Jobbra jártam arra, és nagyon szívesen olvastam el újra és újra ezt a feliratot. Azt hiszem, hogy ennél pontosabban nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az iskola, és mit jelent számunkra az iskola. A tábla, a márvány tábla marad, a történelem elsuhant, mint annyi oktatási intézmény fölött. Pedagógusok, gyerekek, tanulók, felnőttek, szülők, szülőkké váló gyerekek, generációk követték egymást. A lényeg azonban a képeztetés, az iskola szellemisége, a pedagógusok jó szellemisége marad, hiszen ez az egész nevelésnek a lényege. Persze mindez akkor igazán kerek, ha az épületeink, a környezetünk, az infrastruktúránk megfelel az adott kor követelményeinek. Itt is a Szegen most az történik, hogy egy nagy lépést léphetett előre a Klapka általános iskola, művészeti iskola, és legalább a hőszigetelés, a külső védelem, hideg elleni védelem megvalósult, legalább a külső nyilászárok kicserélődtek, és hát azért nagyon sok egyéb változás is történt, ami a mindennapi munkát és a gyerekeknek a mindennapos tanulását, itt létét segíti, és a korkövetelményeihez igazodó színvonalra hozza. Nagyon szépen köszönöm az önkormányzatnak a hozzájárulását ez a folyamathoz, hiszen korábbi fenntartóként, korábbi működtetőként nagyon sokat jelent az, hogy az iskolát nem hagyták lepusztulni, nem hagyták teljesen rossz állapotba kerülni. Ehhez nyilván a önkormányzatnak az áldozatos elkötelezettsége kellett, hogy megértsék és magukévá tegyék a köznevelés, a helyi köznevelés, a helyi gyerekek, a helyi pedagógusok, a helyi szülői társadalom érdekét, érdekeltségét. Ezt megértették és igyekeztek minden erővel szinten tartani az iskolának a műszaki állapotát, infrastruktúráját, és nagyon köszönöm a tankerületnek, nem csak itt is a Szegen egyébként, hanem el kell mondjam, hogy a választókerület minden településén azt a hatalmas segítséget, amivel részben a köznevelésnek a struktúráját összefogja egy nagyon nagy térség, nagyon szerint a Dunakeszi térség lényegében három járást, vagy talán több is, mint három járást ölel föl. Tehát egy nagyon nagy térségben az egész infrastruktúrának az áttekintése, és a köznevelés rendszerének az átgondolása, a fejlesztése, helyretétele, kiigazítása, az egy óriási feladat, emberfeletti feladat. Ezt a feladatot a tankerület remekül elvégezte, és miután az oktatási kormányzat is érzi azt, hogy milyen fejlesztések, milyen továbblépési irányok azok, amik követendők, itt az egyébként minden szempontból meglehetősen mostanában finanszírozott központi régióban, hiszen ide ugye uniós források nem jutnak, ezt gondolom mindenki tudja, tehát csak hazai forrásból tudjuk megoldani ezeket. És hát itt ebben a központi régióban, ezen belül is Pest megyében, Pest megye agglomerációs részén sikerült olyan jó finanszírozást biztosítaniuk már az idén, hogy soha nem láttunk még ilyet. Ezt minden településemben elmondom, magam is polgármesterként tényleg elmondható, mindent megtettünk azért, hogy az iskolát rendben legyen, de soha olyan mértékű nyári felújítási támogatást nem tudtunk biztosítani, mint amit a tankerület az idén minden iskolában egyébként biztosított. Gratulálok mindenkinek, vállalkozónak,
tervezőknek, aki részt vett ebben a munkában, pályázatíróknak, pályázatbonyolítóknak, közbeszereztetőknek, nehogy valakit kihagyjak, mindenkit, aki munkával, jó szándékkal legalább hozzájárult ehhez, és jó munkát kívánok a pedagógusoknak, jó tanulást, jó időtöltést és jó napi érzületet kívánok a gyerekeknek, akik itt fogják magukba szívni a tudást. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, igazgatóasszony, kedves kollégák, kedves meghívott vendégek, a Dunakeszi Tankerületi Központ nevében szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra is, hogy itt lehetek egy ilyen nagyon szépen megújult iskola átadásán. És azt gondolom, hogy ez a pillanat is fontos, képviselő úrnak nagyon köszönöm a meleg szavakat. Én ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy a 2017. december 31-ig lezajlott átadás-átvételi folyamat, amikor a tankerület átvette az önkormányzattól a működtetést, az egy nagyon jó hangulatban és egy nagyon komoly partneri viszonyban végrehajtott átadás-átvétel volt. És ez egy nagyon lényeges dolog. Hiszen azt gondolom, hogy akkor tudunk itt a következő időszakban is a Szegen és bárhol máshol a tankerület illetőségi területén előrelépni, ha nem csak az anyagiak vannak meg, hanem a közös szándék, az együttműködés. Én úgy érzem, is a Szegen is példaértékű ez az együttműködés, és a tankerület valamennyi, összesen 29 település tartozik hozzánk, valamennyi polgármesterével sikerült kisebb-nagyobb zökkenőket leszámítva egy olyan együttműködést kialakítani, ami záloga lehet annak, hogy a jövőben is az iskolákért közösen tevékenykedjünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, gratulálok a polgármester úrnak a kivitelezéshez, gratulálok önöknek a munkához, pedagógus kollégáknak az eddigi tevékenységéhez. Hamarosan jön egy kis pihenés, az őszi szünet, arra nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, és utána folytatjuk tovább az évet. Találkozunk még azt hiszem szakmai munkánk során az idei tanévben is, és mindenkinek nagyon jó munkát kívánok a további tanévhez. Köszönöm szépen! Képviselő úr, igazgatóasszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Az időjárás is kivirult, tudja, hogy ünnepnek van ma is a Szegem. És hála a jó Isten, nem csak azért van, mert milyen szép esik a nap, hanem az intézmény az új hőszigeteléssel remélem most már biztosítani fogja azt, hogy télen-nyáron melegben lehessen a gyerekek. Ebben az évben, ez már a harmadik olyan alkalom, hogy a mi városunkban valamit át tudunk adni, akár a gyerekeknek, akár az itt élő embereknek. Polgármesterként nagyon nagy öröm, különösen öröm, hogy egy gyerek intézmény kerül felújításra. Meggyőződés, hogy ők te mondtad, nem állunk itt meg, tovább fogunk menni, kész tervekkel rendelkezünk, hogyan továbbra. Szeretném elmondani önöknek, hogy igazgatóra egyeztetve a Klapka iskolát nem csak belül gépészetek szeretném megújítani, hanem a Tóth Árpád úti épület mellé egy multifunkciós sportcsarnokot szeretnénk a tankerülettel közösen felépíteni. És megbeszéltük az igazgatóval, hogy ha minden rendben lesz, akkor jövőre a Dajmos János Általános Iskola pedig egy új ebédlőt fog kapni. Szeretném megragadni az alkalmat, képviselőnek is megköszönni segítségét, és kérni, hogy továbbra jobban is támogassa a városon pályázatait. Önöknek azt kívánom, itt dolgozóknak és a gyerekeknek, hogy használják mindannyiuk örömére egészséghez az épületet. Köszönöm szépen! Képviselő úr, polgármester úr, igazgató úr, kedves kollégák, kedves vendégek, kedves kollégák! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, hiszen úgy gondolom, hogy valóban ennek az intézménynek egy nagyon fontos pontjához érkeztünk a iskola történetét tekintve.
hiszen eddig minden egyes alkalommal végig gondoltuk azt, hogy 1963 és 1985 óta mi minden is történt. Ez a lista nagyon hosszú, hiszen nagyon sok szakmai siker van, nagyon sok pedagógus egyéni siker van, igen, vannak kudarcos napok is, és voltak olyan pillanatok is, amikor bizony-bizony hát félve nyitottuk ki a felső ablakokat a folyosókon és a tantermekben. Minden egyes tanévnyitó és tanévzáró értekezleten reménykedtünk, és minden egyes nevelőtestületi jegyzőkönyvben az első mondat volt, hogy nagyon szeretnénk, ha egyszer a nyilászárok megújulnának. Ez megtörtént, ez a csoda bekövetkezett, és mi ennek nagyon, de nagyon örülünk. Problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok. Ez közel fél éven keresztül minden csütörtökön elhangzott a kooperációs értekezleteken, és azt hiszem, hogy ez a mondat, ez azt hiszem végig fogja kísérni ezt követően a pedagógus pályának is. Valóban problémák nincsenek, csak megoldandó feladatok. Nagyon szeretném megköszönni polgármester úrnak és Isaszeg város önkormányzat képviselőtestületének, hogy ezt a pályázatot benyújtották, és ahogy itt már többen is előttem elmondták, mindenkinek, aki ehhez a pályázat sikeréhez valamiféle szakmai támogatást, vagy bármiféle segítséget is nyújtott. És nagyon-nagyon köszönöm nektek, kollégák, hogy itt voltatok, és együtt tudtuk megoldani ezt a nagyon nagy házi feladatot. Én nagyon köszönöm a fővállalkozóknak, Kapitány Zoltánnak és Holó Lászlónak is, hogy mindvégig itt voltak, és azokkal a szakmai tanácsokkal is elláttak bennünket, amelyek nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy valóban ez az épület kívülről és egy icipicit belülről is úgy megújuljon, hogy az valóban a 21. század elvárásainak megfelelő legyen. Nagyon köszönöm azt az emberi támogatást, amit kapogathatok a Kizmontól azért, hogy a lehető legnagyobb feladatokat is a legjobban meg tudjuk oldani. És én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy úgy gondolom és hiszem, hogy ez a fajta együttműködés, ez a fajta partneri kapcsolat, ami a Dunakeszi Tankerületi Központ és a város önkormányzata között van, ez példaértékű, hiszen nekünk nincs más dolgunk, kedves kollégák, csak az, hogy teljes mértékben a szakmai munkákra koncentráljunk, a gyerekek legyenek az első minden napjainkban, hiszen minden problémánkat megoldja a tankerület és az önkormányzat. Úgyhogy mi továbbra is számítunk erre a segítségre. Köszönöm még egyszer mindenkinek a támogatást, és mindenkinek, ami a legfontosabb, nagyon jó egészséget, és nagyon jó kedvet kívánok! Köszönjük szépen, és akkor most kedves vendégek, intézményvezető asszony vezetésével úgy gondolom, hogy most megnézzük az épületet, körbejárjuk az épületet. Akkor innen jön. Ezt nem is vettem még észre. Thank you.